edzés, és egyébként jártam, most vártam, 2-3 is voltak ilyen, ilyen kis otthon, ilyen nagyobb gombai, azok jöttek kis üres palackjukkal, és gyertek, és így a vendégcsapból a vizet. Tehát, hogy a válasz az, hogy ugye most a kaszinomokkával dolgozunk, és a kaszinomok a pörkölőnek van egy olyan ilyen rendszer, amire együtt vettük vele, mert mi abban hiszünk, hogy a pörkölővel együtt dolgozunk, és az a jó, hogyha amikor ők pörkölik a kávét és kóstolják, ugyanazzal a vízzel kóstolják, amit majd mi itt fogjuk készíteni a vizet. Tehát jelenleg, mivel még ez elején tart ez a kooperáció, most az van, hogy az ő kávéjukhoz igyekszünk finom vizet találni, de későbbiekben az lesz, hogy majd ugyanaz lesz a vízünk valahol, és aztán ők ahhoz pörkölik már a kávét. Tehát inkább egy olyan víz, ami teret is hagy ahhoz, hogy legyenek savak, meg egyensúlyos, abból majd a pörkölő próbál majd valami a legjobbat kihozni. De egyébként létezik egy ideális zóna, tehát ha mondjuk van egy ilyen grafikonunk, csak mondjuk itt az egyik oldalon a teljes keménység, ami mondjuk így nagyjátősen magnéziumot jelenti, a karmák keménység, ami mondjuk feltelenti, és akkor egy különböző szintjén van, egyébként van egy ilyen zóna, ahol itt finom a kávé, és akkor vannak ilyen tünetek, hogy ez túl sok, de az túl kevés, akkor üres, de savanyú, nem tudom én, krétaporizó és keserű, és akkor vannak ilyen rossz, és akkor van egy ilyen pici zóna egyébként, és mi kb. Ebben a zónának a legközepén vagyunk, és most úgy tűnik, hogy finom a kávé, lehet mozogni, tehát van mozgást még a zónán belül, pörök is tűnik, felfogáltan, csomó minden, beláthatunk. De egyébként az a különbség, hogy mindig azt szoktam itt mondani, hogy ijesztő ez a fajta kontroll, de legalább egyébként tudatosan vagyunk és tudatosan csinálunk valamit a vízünkkel is, meg a kávéval is, és szemben, most ez nem ilyen beszélés, de hogy így a legtöbb kávézó tényleg annyit tesz, hogy így berak egy BVT patront a kávéjük elé, ami megszűri, meg a vízt kiszedi, és ugye nem tudja, hogy miből, nem tudja, és igen, lehet finom a kávé, de kávé bizonyos értelemben kicsit véletlen. Tehát, hogy az a lényeg, hogy nem tudatos a dolog, de néha jó helyre lőnek, és néha meg nem, és tökre megtörténik az, hogy ugyanakkor finom a kávé, aztán hét módja az a kávé nem finom, mert a csapvíz sem állandó, és akkor ezek a patronok, ezek mindig a csapvízhez képest mint felezik, kétszerezik, nem tudom én, tehát annak valamiféle multiplikátorát alkalmazott, a bennevű vízzel tesznek valamit, és innentől tiszta, teljes megrepülés. Mi egy kétfedeles repülőt vezetünk, amiben ordítunk annyira fapados, de legalább mi vagyunk, mi ülünk a kormánynál, nem pedig a ültesti vízben vagy, tehát és valami. Akkor hülyeség, meg India, hogy csak úgystak, ami az elején egy ilyen... Szerintem semmit nem hülyeség meginni, ami ízlik, ez fontos kijelenteni, tehát... Nem feltétlenül, mert lehet, hogy egy túloldott kávét innen túlengedni. Ha ennél rövidebb engednél, akkor lehet, hogy felesleges lenne. Így viszont lehet, hogyha ízlik, és abban az opcióban is tartomány vagy arra se túl, és se aludoldott, akkor pont jó helyen vagy. Pont jó helyen vagy. Egyébként a kogyogosnál, amikor már szörcsög, akkor már rossz. Én azt akartam kérdezni, hogy ezen a skálán, mikre szólt, nem ezen a következő. Igen, szóval, hogy ehhez képest mondjuk hol van a press, a double shot, amikor az több íz, több kávé, jobb, több erő, vagy több extrakció. Jó, tehát úgy van, hogy a double shot az ugye... Nem is látszolját, hogy double shot, ennek van oka, tehát az van, hogy mi 18 kávéból készítjük a kávét. A hazai fogyasztási szokások, igen, ugye egy olyan, tehát hogyha itt megnézitek, akkor ugye itt van egy szűrő, egy kosár van benne, ebbe belerakunk 18 kávét, legtöbb rítjük. Az, hogy ennek ilyen két kifolyós csőre van, az most azért mondom így, az emberek nálunk ahhoz szoktak hozzá, hogy egy ilyen kis picike presszót csészébe, hogy mondjuk ennyit szeretnek inni. Emiatt ugye van ez, hogy mi kettészedjük ezt a sapunkat, és akkor a 500 a kicsi, 650 ugye, amikor mind a kettőt megiszod, de hogy igazából ugyanez történik, csak így rakok ide egy ilyen felezőt. Hogy itt, amikor én azt mondom, hogy 40 gramnál jó, akkor az a double shot, tehát az a dupla, csak ugye kettő van így szedve. Tehát, hogy az a lényeg, hogy igazából nem befolyásol semmit, hanem
hanem itt, amikor beszélek, én a teljes főzésről beszélek, a presszó készítésről. Az, hogy ez most itt ketté folyik, pont két csészében az igazából ezen nem annyira van. Kérnálnak egy szintet, akkor kapsz gram kávét. Akkor 20 gram italt. Igen, 18 gramból kap 20 gram italt, és akkor a másik fele meg mondjuk azt másnak megy, hogy a teljes italval van, Marisztájék Rákostól, vagy, tehát hogy igen. Tehát, hogy ez a, de amikor valaki azt mondja, vannak kávézók, ahol ezt nem csinálják, azt mondják, hogy ezt így letörik ezt a virtuálisan, és akkor ők mindig egybe kiadják a 40-et, csak mi azt tapasztaltuk, hogy ezt összeszóval a legtöbb ember, vagy sok ember nem szesen iszik meg mondjuk fél decit, vagy akkor még egy ilyen erős dolgot, de egyébként itt tehát, hogy az opciót itt szerették az emberek, ha megvan az opció, de egyébként az árazásból pont látszik, hogy nem adjuk kétszer annyiért a duplát, mert egyébként mindig, tehát hogy nincs itt senki, és bejön valaki, és kér egy sima, egy szimpla, tehát a kis shotot kéri nálunk, akkor is megcsinálják mind a kettőt, csak konkrétan így eldobjuk a másikat, vagy ha ilyen nincs ott senki, mert nekünk arra van beállítva a receptünk, arra a mennyiségre, ezért így, mondjuk úgy ösztönözünk az embereket, hogy akkor már, ha már kérjük, akkor kérjük a duplát nekünk, kvázi tök mindegy. Tehát, hogy igazából ez kicsit a... És egyébként ez egy ilyen jó pénz, hogyha azt látjátok egy kávézóban, hogy a szimpla presszó vagy a dupla presszó között kétszeres ár van, akkor rossz kávézóban vagytok. Tehát, hogy... mert az azt jelenti, az két dolgot lehet, az egyik azt jelenti, hogy szimpla szűrőkosár van. Ugye vannak olyan szűrőkosarak, amik ennek a fele. Igen, nem véletlen, hogy nálunk a fiókban van, az azt jelenti, hogy jó kávézóban vagytok. De nem tehát az ennyi érdek a fele. És akkor azt jelenti, hogy egy ilyen szűrű van, akkor annyira meg akarják spórolni ezt a mindenképp kettőt csinál, de egyet kidobó típusú dolgot. Ugye igen, itt van, ugye látjátok, hogy így a dupla szűrőkosár ez így néz ki, a szimpla szűrőkosár meg egy ilyen nyomi alakú valami. És akkor az történik, hogy azért, hogy ne kelljen kidobni azt a másikat, ezért ugye van egy másik karban egy ilyen picike kosár, amelyek az a baj, hogy nyilvánvalóan nincs egy külön ördögűjük szimpla presszóhoz, hiszen már eleve szarrágásból van az egész kitalálva, hanem ugyanabból az örlemény finomságból, meg beállításból belerak fele annyit, ami hát ugye nekünk be van látva a recept, tehát nyilvánvalóan arra nincsen beállítva a recept, teljesen világos. Tehát mit tudom én, ugye ezen a átkerülünk mondjuk egy ilyen görbére, ahol hogy kb. Itt finom a kávé, és ők itt csinálnak, esélyünk nincs eljutni a jó pontra, hanem itt valahol kapsz egy italt, ami hamar, túl gyors, túl hamar, alul lesz szorva, gyenge, minden baj lesz, amit el lehet követni, azért, hogy megspóroljon, nem tudom én, 8 gram kávé szorva, amennyit, hogy ne kelljen kidobni azt a bizonyos presszót. Tehát, hogy ez a dolognak így a matekja, arról meg már nem is beszélek, hogy ennek a hülye alakja miatt, ugye, vagy egy ilyen bejövő, ugye eletkezünk, hogy fölülről éri a víz, akkor egy ilyen, nem tudom, hogy hengeres alakban tök egyenletesen megy le a víz, és van egy egyenletes kilódás, itt meg ugye a víz kénytelen kanyarodni, és bizonyos részeket, tehát mondjuk a szélén lévő részeket, csak nem ilyen annyira sokat, de vagy a közepén lévő részeket, hogy végig megy a víz, a szélén lévő részeket csak így, hogy bekanyarodik a víz, tehát totál egyenletlen kioldulás lesz. És ugye itt van, ugye amikor ezt láttuk, hogy itt meg tud valósulni az a csoda, hogy egyszerre csináljuk ezt a kettőt. Tehát túl is oldjuk, meg alul is. Tehát minden csinálunk, csak jó, nem. És akkor ez az, hogy sikerül, ez nem könnyű, de el lehet érni. Az úgynevezett, ezt úgy hívjuk, hogy szénsav, amikor ugye a kávé egyszerre keserű és savanyunk, tehát hogy szélizű és túlsavas, és akkor ez a legrosszabb, amikor így sikerül ezt az ideált teljesen kiírni a képletből, hanem így a két rosszat így betesszük egy csészébe, szóval ezt így először teszünk a vízni. Van. Ezt talán láthatjátok, hogy nincsenek olasz nevek nagyon nálunk, tehát espresso sincs a szónak valamiféle értelmében. Ez elsősorban azért, mert azt gondoljuk, hogy így hogy az, amit mi képviselünk, amit most elmondtam, ezek a precízált receptek, stb. Az egész kultúra nagyon építkezik az olasz kávé kultúrára, mindannyian szeretjük, meg tiszteljük, de hogy azt gondoljuk, hogy ez egy következő evolúciós lépcsőfok, ezért így egy kicsit más néven nevezzük az italokat, tehát hogy nem akarjuk, hogy olasz neve legyen, egyébként a white italunk teljes ital, és egy 150 ml-nyi tej,
benne egy espresso, ami nagyon hasonlít mondjuk így az klasszikus olasz cappuccinohoz, csak nem akarjuk úgy hívni, mert egész egyszerűen nem arról, ez már valami más, mert eleve zabtejből készítjük, stb. Csomó minden más, ettől még nyilván valaki bejön, kér egy cappuccinot, kap egy ilyen kis teljes italat, ami annak ezért most nem van egy nagy teljes italunk, amit lehet hívni nagy cappuccinon, dupla cappuccinon, flat white-nak, tudom, 1000 millió név van, nekünk erre van egy űrmértékünk, amit mi kitaláltunk, ez be van állítva, szerintünk ez így finom, abban van egy dupla presszó, meg egy kicsit adott tej, és akkor van ez a két kis teljesítmény, meg nagy teljesítmény, és egyébként szerintem, aki cappuccinot kér, az így nem fog csalódni, mert egy tök finom italt kap így is, csak így magunkban kicsit így reprezentáljuk ezzel, hogy nem tudom én, ezt szeretnénk azt remélni, hogy valamiféle következő lépcső fog. Ez a kávékészítésnek, és akkor így Hogy a részlet fogod meg Amerikában kérni, ez így idegesítő nektek, hogyha a legidegesítőbb dolgot akarom kérni, kifejezetten, hogy felidegesítsenek titeket, akkor mit mondjak, mi a szabad egymás után? Szerintem az a legrosszabb, amikor nem azt mondják, hogy mit szeretnének, és elmondom, hogy miért nem csináljuk azt, hanem akkor azt mondják, hogy hogy akkor kérnék egy kicsit több tejjel, meg nem kell dupla presszó, de legyen kicsit benne a hosszabb a szimpla presszó, mert így úgy szeretik. Így megvan egy fix receptúra, ami szerintünk jó, mind matematikailag, mind a vízésünk szerintünk így jó a kávé, és akkor valaki azt mondja, hogy legyen egy kicsit hosszabb benne, és akkor ez amikor így... Tehát akkor jó, amikor valaki kávé főzési instrukciót ad, vagy készítési instrukciót, hogy akkor egy szimpla perszot kérek, egy kicsit hosszabbra engedve, kicsi gőzölt elje, de nem kell teljesen te legyen a csészet, ez csak az a... Nem létező módon customizol valaki. Az én szerintem az amit, hogy várjuk a steakhouse-ba, és azt mondod, hogy jó, még egy másfél perces sütszra. Nem, ez amit a helyzet steakhouse-ba, azt mondta, hogy igen, de először vágja föl kis picike kockákra, majd utána süsse túl, tehát hogy kávé. Sárcsaki. Igen. Nekem mindig érdekelnek a márkák mögötti filozófiák, ez az első kérdés, hogy miért lesz jó nevetek. Kérdés 2.0 pedig, hogy leakadt a szakmatudások előtt, és kimesszük a Gerszki irányó perspektívájából, hogy vajon meg lehet tanulni balisnál felmi online tartalmakat tanulmányozza meg a fiasztal? Jó. Oké. Nyilvázom, még egy dolog, szerintem az is idegesítő, amikor ugye van nekünk ezek a különlegesen high-end kávékból készült presszúrmű filtereink, ez a Panama Geisha, és akkor amikor ebből kérnek teljesítelet, azért akkor így van egy ilyen, ahol körbeszöltött kezem vagyok típusú dolog. Akkor ugye 40.000-es kilós és akkor igen, tehát az is kemény, de egyébként hát a flow az ugye onnan jött, hogy szerintem amikor akik itt dolgozunk, ők dolgoznak, én még csak dolgozok itt, de hogy én is akkor kávéval foglalkozok, meg foglalkoztam most már itt sok éve, akkor totál meg az a flow élmény, amikor kóstolás van, receptbeállítás, és akkor cupping, vagy valami, akkor ez a tényleg ez elmegy az idő, azt sem tudod, hogy... Tehát ez a feloldódás a cselekvésben maga, tehát ez nekem teljesen megvan, ez az egyik, a másik meg, hogy maga a flow, mint a presszógépeknek a flow rétje, tehát ez egy kár és szakkifejezés is egyben, tehát maga a flow, mint kifejezés, ezek a gépek pont ilyen flow rét szabályozós, tehát az átfolyás, vízátfolyás mennyiségét tudják szűkíteni, tágítani a eszközöpésztés közben, tehát hogy ilyen értelemben flow profillal készülnek az eszközök, tehát hogy ilyen nagyon összeért, és akkor szinte elemezte magát, tehát hogy a hely. És az, hogy lehet-e kávéról online tanulni, az, hogy mindenképp, tehát mindenféleképpen. Mert egy külföldi próbálkozás pont most indult egy ilyen, ahol egyébként a legtöbb ábrát indultam, ez a baristahustle.com nevű oldal, aki egyébként ilyen elég komoly online kurzusokat tanítanak, konkrétan még láttál öntésről is talán vannak nekik ilyen online kurzusaik, de például az extrakcióról, meg ilyen kávés alapismeretekről van online kurzusaik vannak, ilyen videótutoriálok, utána vannak elméleti vizsgák, és ahol kapsz valamilyen certifikátet, hogy akkor te érted az extrakció elméletet, meg a nem tudom, és akkor te
És egyébként vannak benne gyakorlatilag, most menj haza, és akkor próbáld ki ezt. Vannak benne ilyen részek is. Nyilván van egy korlát, szerintem egy dolgot nem lehet, amit most ugye elmagyaráztam, ezt így tökre lehet érteni, vagy hát aki figyel, meg nem tudom, ez így megérhető egy jó logikával. De hogy így vannak ezek az úgynevezett szenzori dolgok, ami illat, kóstolás, stb. Tehát emögé rakni, és milyen íze van. És oké, most itt leírom, hogy sour, meg leírom, hogy lacking sweet, de hogy milyen az, amikor egy kávé természetesen édes, milyen az. Tehát ennek a fajta, tehát emellé iszonyatosan hozzá kell tenni a kóstolásnak a gyakorlását sokat. Tehát hogy szerintem nagyon jól lehet egy csomó mindent megtanulni online kávéról, tényleg, tehát hogy tök jó resource-ok is vannak, meg tök jó ilyen kurzusok, és most már van egy nagyon jó ilyen online tanterv, vagy tanulnak, tök profi egyébként az egész, nem tudom, 30-40 forint, és akkor így végig tudsz menni egy ilyen kurzuson, és de viszont nyilván nem lehet megúszni, hogy utána ne kezdj el nagyon tudatosan, meg nagyon módszeresen kóstolni, és felszedni ezeket az ilyen szenzori skilleket, én azt tapasztalom, hogy azt viszont nem lehet. Tehát, hogy én egyébként pont ilyen számomra kurzusokat tartok, és az tényleg nem elképzelhető, bár egyébként tudok ilyenről is, hogy vannak ilyen online szenzori kurzusok, amik úgy működnek, hogy kapsz egy csomagot, amiben felcímkézett kávék vannak, és akkor azt mondja, hogy rönts, csináld meg a 1-es, 2-es, 3-as zacskóval ezt meg ezt, megkóstolod, és akkor melyik az édeset, és akkor neked te már online felmész, és akkor meg nem tudod, hogy mik a kávék, semmit nem tudsz róla, és akkor kvázi így gyakorolsz, meg vizsgázol valamiféle online-offline közötti fura keverékben. Egyébként ez is jó fa, nyilván egy kicsit kevésbé hiszek ebben. Vizsgázni talán lehet így, de szerintem egy jól vezetett kóstolás, soha ez nem veszik a versenyt, én azt gondolom. Nagyon kicsit túl értőzött a testet csinálni, hogy kikapcsoljuk a kamerát és oda megyünk, és megmutatjátok azt is, hogy milyen gépet kell, amit csinálni, szívesen, azt a kérdésben, és utána megfogadhatjuk kármét. Gyárlás. Gyárlás. Jó, rendben van.